globális ökoturizmus, avagy hova menjünk szafarizni. Beszédes volt a cím, melyel Hivekovics Ákos, Kanizsa egykori ásza várta az érdeklődőket a Megyeszai Ház programsorozata a Kalandozó Kanizsaiak keretében. És hogy mi várt a hallgatóságra, arról maga az előadó árult el részleteket. Egy színes diavetítés gyakorlatilag, egy pár szót azért az ökoturizmusról, mint szakmáról fogunk váltani néhány ilyen keresztül, körülbelül mégis hány ember mozog a világban, mi a definíciója az ökoturizmusnak, milyen válfajai vannak, milyen területei, én azon belül, hogy kerültem egyáltalán oda, azon belül melyik területtel foglalkozom elsősorban, de utána 16 helyszínt fogok bemutatni a világ különböző részéről, ugye az alcíme, hova menjünk szafarizni, utána a második részében, vagy kétharmadában az előadásnak arra fogunk akkor koncentrálni, hogy gyönyörű szép képeken, különböző állatfajokon, tájképeken keresztül bemutassam, hogy hova érdemes menni, hogyha mondjuk az embernek nincs lehetősége arra, ami nekem megadatott, hogy mindenhova, akkor mi az az első mondjuk 16, amivel kezdeni érdemes. Mielőtt az első 16-ra rátérnénk, mondtál nagyon sok érdekes dolgot, tehát hogy definíciója az ökoturizmusnak, akkor áruljuk el a nézőinknek? Bajban vagyok ilyen gyorsan, ilyen röviden, mert ugye nagyon sok válfaja van. De alapvetően az, hogy hobbi szinten valahova elutazni azzal a céllal, hogy nem én érezzem jól magam, tehát nem napozás, nem sörözés, nem meccsnézés, hanem élőhelyek, különböző érdekes állatfajoknak a megfigyelése, fotózása, illetve nyilvánvalóan egy olyan belső beállítottságú embereknek való válfaja a turizmusnak, akinek ez adja az élményt, így érzi jól magát, hogy különböző élőlényeket tekinthet meg, fotózhat le, amit itthon mondjuk nem tud megfigyelni, de természetesen van ennek hazai ága is, tehát hogyha elmegyek a Göcsejbe, elmegyek valamilyen olyan tájegységére Magyarországnak, ahol könnyebben megfigyeltek bizonyos fajokat, vagy amik Zalában nem élnek, az ugyanolyan ökoturizmus, mint hogyha szafarizni megyek Kenyába. 16 helyszínre kalauzolod el a nézőket, hogyha jól értettem az imént. Esetleg próbáljuk meg beállítani a top 3-at, a dobogósokat, kedvenceket, leginkább ajánlottakat, egy 3-at esetleg a teljesség igénye nélkül. Értem. Elég nehéz, nagy feladat. Nyilvánvalóan nekem a sarkvidékek ugye szakterületem. Ezen belül, ha az Antarktisz felé hajózom, van ott egy brit sziget, úgy hívják, hogy Dél Georgia. Az a sziget mindenképpen a top 3-ban van. Gyönyörű türkiszkék tenger, zöld, fű, fa, öv gyakorlatilag a tenger és a hegycsúcsok között. A hegycsúcsok meg folyamatosan jéggel borítottak. Tehát ez a kék, zöld, fehér hármas egység és a zöld rész az, ameddig a szem ellát, pingvinek, fókák, élővilág mindenképpen a top 3-ban. A többi az nagyon nehéz. Egy ugandai gorilla safari az nagyon jó, tehát a hegyi gorillákhoz felmenni, maga az, hogy 7-8 órát küzdeni nem túl jól kialakított ösvényeken, a dzsungelben keresni a gorillákat, megtalálni, egy teljes órát velük tölteni, az egy hatalmas élmény, tehát így afrikai állat, ökoturizmus, állatnézés talán az, ami nagyon kiemelkedik. Ázsiában hidegebb, kicsit ilyen egzotikusabb, de nem trópusi területen pedig Kamcsatka nekem Oroszországban, vulkánokkal, medvékkel, ül az ember egy folyóparton körülvéve barna medvékkel, akik lazacra halásznak, és annyira jól vannak lakva, hogy úgymond semmilyen veszélyt nem jelentenek rám, 10 méterre, 5 méterre jönnek tőlem, de semmilyen védelem nélkül ülünk a kellős közepén, közben aktív vulkánok minden irányban, az is egy hatalmas élmény. Az elmondás egy alapján akkor az ember már rögtön indulna pakolni, tehát mindenképpen azt ajánlod, hogy ha tehetjük, induljunk útnak, ökoturizmus? Feltétlenül, természetesen.